Nice. Na! Kacusom, fej vagy írás? Fej. Fej? Fej. Marad? Marad. Nem mondod meg magad? Nem. Fej. Fej. Ha-ha! És te kezdesz. És én kezdek. Fú, mennyi, az az ankor, az nagyon durván erős tud lenni. Tanultál ezen körben? Jó. A kék, zöld és... és fa. Fekete fa. Kék, ez zöld. Fekete fa? Ez mi? Ez fa. Fekete fa. Tehát van a ganja, van a halacska, meg van a fekete fa. Uh-huh. Jó, akkor én elköltök egy pirosat, egy fehéret és egy kéket, és megveszem ezt. Van még egy köröm. Van még egy köröm, és kiveszek két pirosat, meg... nehéz kérdés, meg egy hangot. Nagyon jó. Én kiveszek... Várjál. Azt megveszed, és azt meg kitörlöd, ez nem jó, úgyhogy nekem ezt mindenképp meg kell tennem, hogy egy kéket, meg egy zöldet elköltök. Ide rakom ezt a zöldet. Igen. Ezzel nekem van még egy köröm. Igen. Kiveszek egy füvet, egy karmot, meg egy ankort. És te jössz. Én elköltöm ezt a két pirosat, és kiveszem a piripócsot. Ez érthető és kiszámított dolog volt. Én elköltök egy zöldet, meg egy feketét, és ide rakom ezt a feketét. Jó, én kiveszek két feketét és egy kéket. Jó, az azért fasza, mert én két pirosat. Uh-huh. Két pirosat és egy zöldet, elköltöm az ankort, őt kidobom, és ő meg lecsúszik ide, és innen fogjuk feltölteni. Remélem, hogy egy sokkal jobb jön oda. Nem, András. Fudge. Fudgyi. Fudgyi, fudge, fudge. Ezt így döntöttem. Így döntöttem? Így bizony. Ez esetben Dávid azt fogja csinálni, hogy kivesz egy halat. Nagyon sokat kell dobnod. Ja. Ja. Biztos, hogy megéri, Dávid? Meg. Eldobni két korongot? Aha, meg. Veszek egy kéket. Igazából csak egy kéket. Mert most tök mindenki, mit veszek még ki, azt sajnos el kell dobnom. Jó, én kiveszek én elköltöm a karmomat, a halamat, meg a... ez valami szövet. Hívjuk Sajennek. Hívjuk Sajennek. És ezért megvásárolom ezt a fiatalembert, aki miatt most van még egy köröm. Úgyhogy kiveszek egy feketét, egy kéket, meg egy akkor. Fogyatékos vagyok? Igen. De ez nem baj egyáltalán. Szép munka. Most én... ezt fogom elkölteni, és ezt fogom megvenni, és ide fogom lehelyezni. Én egy feketér és egy zöldér őt fogom megvenni, és ide rakom.
Pirosod van, meg kéked? Uh-huh. Nos, akkor én kiveszek két pirosat és egy kéket. Jó. Mert én kiveszek egy zöldet. Fú, de ki van ezt számolva most? Kiveszik egy zöldet. Meg az őrült taktikázás. Aha, kiveszek egy egy zöldet, egy feketét, és egy karmot. Elköltöm az ankoromat, és ezt innen kiraszom. Komolyan. Aha. Üdös féreg. Akarom mondani, miért? Azért, mert barát vagyok. De ez hazugság, ezt te is tudod. Nem, barátok vagyunk, András. Te is tudod. Legjobb barátok, meg egyéb dolgok, amik nem feltétlenül igazak. Jó, ez a plusz kettő, András, ne hülyeskedjél már. Legfaszább cucc a földön. Mit csinálok vele? Szar az. Olyan, mint a T-Boy nagykönyve? Nem hiszem, hogy olyan lenne. Mivel mit csinálsz? Azzal a zölddel. Nekem nem kell zöld. Hát akkor takarítsd el a zöldet, ez csúsztas mindent lejjebb. De a fehér se kell, nekem piros kell, meg kék. Hát azzal, hát ebben nem tudok segíteni. Kivettél egyet? Kivettem egyet. Jó. Én kiveszek egy feketé, nem kiveszek, hanem elköltök egy pirosat, egy kéket, meg egy karmocskát, és megveszem őt, amire azonnal kapok egy feketét. Nem figyeltem. Nem. De ez nem baj, mert sokat rontott volna a helyzetemen, ha figyelsz. Miért zöld jön oda? Meg fogsz őrjíteni. Meg fogsz őrjíteni. Az, hogy nincsen benned rendszeretet! Miért zöld kutya jön oda? Hát én ezt nem tudom. Te vagy. Mit csináltál? Megvettem a zöld kutyát. Igen? Jó. Akkor én ezt elköltöm, a feketémet, meg a füvemet rá. Én ki fogok szokni. Őt berakom ide. És a következő körömmel húha, Dávid, hogyan legyen? Kiveszek két karmot, meg egy zöldet. Nem, mint hogy nem, semmi. Akkor én a két karmot meg a zöldet, azt el is költöm erre, és erre kapok azonnal egy kéket. Megint kutyák, meg minden. Ez a lényeg. Hát ez a lényeg. Én kiveszek. Mi az állás? Dávid megint megaláz. Nem feltétlenül. Egy karmot, egy zöldet, meg egy karmot, egy zöldet, meg egy kéket, nem kell a kék, pirosat. Én egy pirosat, egy kéket és egy fehéret fogok elvenni. Jó, én ezzel szemben elviszek egy pirosat. Sokkal. És egy ankort. Megint fogyatékos vagyok. Hiszen sokkal jobban megérte volna nekem a pirosat kivenni, mint a fehéret. Hát itt valami telibe rakok el. Sokkal jobban megérte volna. És kéked is van ráadásul. Ja, de én ezt a bónusz akciót inkább kihasználom arra, hogy ezt eltüntessem. És az a fekete, az nekem pont kell.
mindre. Ez egy piros. Azért mennyi pirosat adok neked? Jó, a piros. Meg madarat is adok neked. Mit fasz van? Jöhet. Halló? Halló? Én ezt a feketét, ezt megvásárolom a két pirosommal. Tehát ez nagyon jól hangzik. Mindened van. Van. Vannak dolgok, de... Sem elég! Sem elég! Mármint, hogy... El fogok venni egy pirosat. Uh-huh. És el fogok venni mellé egy zöldet, meg egy feketét. Interesting stuff, bundás. Interesting stuff. Én el fogok venni... Várjál. Ez most már egyáltalán nem mindegy. Mind games. De ez a helyes moody, hogy elveszek egy feketét, egy fehéret és egy zöldet, és őt ide behelyezem, amire kapok egy karmot. És igazából ez a bácsi, ez a zöld bácsi, ez csak azért van itt, hogy összekösse ezt a trade routot, és valójában ő az életével nem csinál semmit. Én jövök? Te. Jó, én kiveszek egy kéket, kiveszek egy feketét, és kiveszek kék, fekete, és az egyik feketét. Ide rakom a kéket, ide rakom, és azt mondja. Nem vagyok egy ilyet kivenni, és kiveszek egy zöldet mellé. Aha. És én jövök? Te jössz. Nagyon jó. Mert akkor én kiveszek egy karmot, egy pirosat, és egy feketét. Maga szórakozik a mindenhol. Karom, piros, ankor. Ez nem biztos, hogy a legjobb dolog volt. Nagyon nehéz nagyon előre gondolkodni, mert ugye nyilván azt tudom, hogy Kaci szinte bárkit leszopna azért a madárért. Ez most lecsúszik? Kidobtál valamit? Lecsúszik, igen. Ja, mert hogy az ankorodat elköltötted arra, hogy lecsúsztasd. Jaj, te taktikus fiú! Hát ez a legnagyobb kalap fostalig a szar, amit ide kirakhattál, András. Nem tudok egy zöldet, meg egy kéket. Aha. Megveszem ezt. Ide rakom. Kapok le rögtön. Fú, de hiperelégedetlen vagyok ezzel, András. Ne legyél. De, mert hogy, tehát, hogy ez kifejezetten egy rakás szar, amit ide raktál. Úgyhogy nekem el kell költenem most két feketét, meg egy kéket, és fognom kell, és ezt ide be kell raknom. Elviszed a kutyát? Elviszem a szaros kutyádat, mert így is túl sok kutyád van. Elvisz a két feketét, meg egy kéket. Na, erre mit lépsz? Hát, András, megfogtál. Megfogtál. De én erre azt lépem, hogy elköltöm ezeket a zsetonokat, és megvásárolom ezt. De. Szép kuka. Most ebben az esetben kénytelen vagyok. Ezeket elkölteni. Ezt. Én elviszek egy
feketét, egy kéket, illetve egy pirosat, a kéket. Ide rakom a feketét, meg ide. Nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy... Nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy, ahogy eredetileg terveztem. És most az a baj, hogy... nem is csinálom nagyon ügyesen. Ez teljesen biztos. De tényleg még szokni kell, hogy, hogy mit hogyan érdemes, mert mondjuk tök jó, hogy két köröd van, de valószínűleg az ilyen hatodik-hetedik partinál már azért így realizálódik, hogy egy átlag értéke egy tájnak mennyire kell, hogy legyen, hogy berakd. Én egy pirosért megvettem azt a zöld madarat ide. Ja, és ezt oda rakhatod? Igen, az anyag, hogy egyjel érint ezzel alatt, ami olyan színű. Igen. Interesting. Egy, ez is egy zöld. Te jössz, Bundi. Neked is volt emberként. Kéket. És kiveszek egy zöldet. Uh-huh. Meg egy feketet. Jó. Én elköltöm az alkort, ezt kitakarítom. Ebbe reménykedtem. Hát, nagyon nagy baj lett volna. Egy kék madár, egy fekete madár, egy kék skarabeusz, egy kék kettes. Esküszöm, leszopom magam, hogyha nem jön ki. Már pedig nem jött ki. Nem jött ki egyetlen fehér sem. Az neked nagyon jó. Én megveszem ezt a kék madarat ide. Valóban nagyon jó nekem az a madár, és meg is fogom venni, méghozzá úgy, hogy mi ez? Hát ez egy három pont, nem? Amit... Ja, csak akkor kapod. Az öt egybefüggő piros, amiért kapok három pontot. Ez igazad van. Uh-huh. Azt fogom csinálni, hogy elköltök egy pirosat, uh-huh. meg egy fehéret. Uh-huh. És megveszed a szaros piros madaradat. Ide. Oda. Jó. Én elköltök kettő karmot, meg egy zöldet. És megvesz... Nem. Elköltök csak kettő karmat, mindegy, és őt megveszem ide. Aztán akkor lehet, hogy el kell dobnod. Igen? Nem. Meg fogja színű árukorongot tárolhatod, és ha letakarod a raktárlapkát, akkor nem tárolhatod többé korongot. Ja, akkor ennyi igazán. Nem, azt mondja, ha egy árukorongot tároló lapkát letakarsz, azonnal tedd vissza a korongot a készletbe. Ja. Tesz. Én azt fogom csinálni... Az a Scarabaus, ez nekem nem nagyon jó. Fú, András, hogy én ezt mennyire lefosom, te úristen. A madár viszont egyetlen nem rossz. Igen. Úgyhogy igazából az járt a fejemben, hogy nem keresek ezzel kevesebbet, mint hogy eltakarítom a tiédet. Ugye nekem is... Ugye van öt összefüggő madarom is. Ja. És nekem is van. Uh-huh. Még három. Jó, én amondó vagyok, hogy ezt megnyerted. 8 meg 5, az 13 lapkám van. Mi? Most lett 13 lapkám. Nekem az előbb meg volt már. Ó, igen, te ezt nem tudod megcsinálni. Mert hogy én vagyok a kör vége. Igen, mert hogyha... Ja. Hála az Istennek. Ne! De!
Neked már megvan. Nekem most volt meg, de azt hittem, hogy megint én kezdtem, de te kezdtél. Fuck. Visszakapok két szart. Akkor ez így ugye, a Feriel, először mit számolunk? Először számold meg a pontokat. Az 8. Neked 8. Várjál, 8. Emellé van ugye 3 bónuszod, az 11. Ugye? 11, igen. Emellé van 4. 4, az 15. 5, meg 5. 5, az, 10, az 20. Az 20, ez összefüggő, de az nem számít, ez így 1, ugye? Az semmi. Az semmi, ez meg így akkor 3. Igen, akkor az 23 pont. Jó, ezzel szemben nekem... Ezt megnyerte András! Van itt 2, meg ez 3, az 5, meg ez 1, az 6. Van a pirosból 1, 2, 6, az 12. A zöldből 2, az 14. A fehérből 3, az 17. És... 3 kutya, meg 4 madár. 3 kutya az 20, meg 4 madár az 24. Egy ponttal nyertem! Nem tudom, teljesen elvesztettem a fonalat. Én azt hiszem, így számoltam. Kijavítanak, ha nem, de én így számoltam. 24. 1-1. Nem annyira megalázó, mint az én győzelmem, de abszolút adom. Tudod, mi a legjobb? Hogyha nem ezt veszem meg, hanem megveszem a Skarabeuszt, akkor megmarad a 3-am, és akkor 24-24. Vissza akartam pörgetni, de mondtam, hogy nem számít igaz. Ja nem, mert akkor nem kapok ezért plusz 2-t. Ja. Úgyhogy igazából mindegy volt. Ez 1-1, András! Nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ha tetszett ez a videó, akkor mindenképp hagyjatok rajta egy lájkot, osszátok meg a barátaitokkal, és nyilván meséljétek el, hogy a komment szekcióban, hogy nektek hogyan tetszett, vagy hogyha elbasztunk valamit, akkor nyilván azt is írjátok le. Nagyon szépen köszönjük a Game Clubnak, hogy a rendelkezésünkre bocsájtották ezt a játékot, azt pedig még inkább köszönjük a Game Clubnak, hogy nektek 15%-kal olcsóban adják ezt a játékot, most 6 hétig, úgyhogy ha szeretnétek, akkor a leírásban lévő linken keresztül rá tudtok kattintani, ha tetszik a játék. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet! Sziasztok! Jó! Is my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that.